Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a 7 Days to Die Alpha 15 60. epizódja. És onnan folytatjuk, ahol a legutóbb abba hagytuk. Természetesen az éjszakát azzal töltöttem, hogy befejezzem végre a tetőt. Viszont a titkos ajtót, amit, illetve titkos rekeszt, amit terveztem, azt még nem sikerült megcsinálni, úgyhogy az még várt egy részt magára. Viszont szerintem készítek magamnak gyorsan egy másik kést, hogy össze tudjam kombinálni ezzel, mert már le van sérülve eléggé. Ezt gyorsan megejtjük, és utána megyünk a dolgunkra, hiszen ránk hajnalodott, és már igazán meg kéne csinálni azt a nyavajás farmot. Úgyhogy visszük magunkkal az ásót, visszük magunkkal a földet, és visszük magunkkal a frame-et, mert arra mindig szükségünk lehet, mert ki tudja, hogy mikor leszünk olyan bénák, hogy leessünk a picsába. Na. Szóval ez is kell, ez is kell, ez is kell, a növényekért pedig vigyük őket is. Hát ha... Ja, de nem tudom, hogy melyiknek a helye hiányos. Na jó, oké. Közben itt odaraktam főni némi antibiotikumot, mert volt egy csomó penészes kenyér meg nitrate powder, a vízért meg kiugrottam még az éjszaka, hogy ez is följön, hiszen nem rossz pénzt lehet ebből is csinálni. Mit csináltam még, mit csináltam még? Ja, igen, itt elkezdtem befelé olvasztani a maradék leadet. Ja, és ennyi, úgyhogy ennyit csináltam az éjszaka. Nem túl sok, de hát gyorsan elpörög az a 4 óra. És nem minden kell bemenni a farmomhoz. Olé, elfelejtettem, hogy néz ki a saját bázisom. Hurrá! Na. És megnézhetjük közben a két fát is, ami kinőtt, hogy melyiknek hogy áll az ága. Na már most, ugye ezt tettük le szemből, ahogy indikálja is nekünk a platform, és a szemből van a V-ág. És hogyha oldalról teszed le, akkor ugye ott is ugye szem. Hogy van ez? Ó, várjunk egy picit. Innen tettem le ezt. Na most vagy randomizálva van a dolog, vagy... vagy többféle fa van. Mert, mint láthatjátok, ugyanúgy néz ki, mint ez, csak ennek pont az ellenkező oldala van ez. A V-alak. Ugyanúgy néz ki, ugye? Vagy csak én látom bele, hogy ugyanúgy néz ki. Szerintem ugyanolyan dölt Y formája van mind a kettőnek. Na jó, hát szerintem akkor kijelenthetjük, hogy eléggé random a dolog. Úgy települ le, ahogy fa, ahogy ő akar. Pedig azt hittem, hogy ezt is lehet befolyásolni. Akkor ezek szerint tévedtem. Viszont erre a két fára itt nincsen szükség egyáltalán. Ezeket el is tüntetjük szépen. Egyrészt, hogy ne csökkentsék az amúgy is alacsony framerate-et, másrészt pedig majdnem tele lesz így a egy stack fa. Na, gyorsan beslisszolunk. Aztán szerintem most már meg kéne csinálni itt ezt a külső védelmi vonalat is, hogyha lesz rá idő. Ja, kert elkészítése után. Na. Azt hiszem ki is nőtt a kukó. Ugye a kukoricának az egész sorrendben volt, úgyhogy itt ezzel az oldalon már nem kell foglalkozni. Viszont ahol... problémák voltak... Na, gyere már! Tehát ahol lyukak keletkeztek, például itt, meg itt, ott leásunk. Remélhetőleg nem fogja tönkretenni a mellette lévő növényt. Ez jó mélyen sóder. De egyébként meg látjátok, hogy mellette is az, és azokat a növényeket pedig már nem zavarja. Érdekes. Oké. Ez itt megszüntetve. Nézzük a következőt. Fuck me. Alatta pedig föld van, látjátok? Érdekes. Az viszont már sóder, ugye? Ez pedig már beton, illetve kő szikla. Jó, ezt ugye én ütöttem ki. Itt megint csak van kettőnek hely. Jó. Rossz emlékek a Minecraftból.
Akárhányszor lefele ástam, mindig megszívtam egy lávakatlant. Na, esd már le. Please! Na. Szuper. Oké. Okay. Nagyon jó. Ezt gyorsan bevetjük. Oké. Okay. Na, azt akkor most ugrik a majom a vízbe. Most próbaképpen kukoricát fogunk oda tenni, mert abból van a legtöbb. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Na. Szikláig leásott. Veteményes kert, első próba. Yeah. Ah, fuck! Oké, valahol működött, úgy látszik. Valahol pedig nem. Ezt nem hiszem el. Vagy ez volt a kettes, amit félreütöttem véletlenül? Na, nem, nem működik, tehát ez a tipp ez nem jó, hogy le kell ásni betonig, és aztán föltölteni földdel. Hát ez szívás. Ez bazi nagy szívás, mert akkor a kert így nem túl, hogy is mondjam, elegáns, hogy fejezzem ki magam. És nem tudom, hogy kéne azzá tenni. Arra gondoltam még, hogy megpróbálok rátenni még egy szintet. Úgyhogy ezt szerintem ki is próbáljuk, még van elegendő földem hozzá. Aztán mellé majd ilyen fa deszkákat teszek, hogy normálisan nézzen ki, mint hogyha lenne körülött egy ilyen farmszerű valami. Jeez, ez mi a francér ilyen magas? Tudjátok, itt ugye domb volt, tehát ez az alap magassága itt ennek a földnek. Oh my god, mindjárt lelapogatjuk. Hoztam magammal a frémet. Az is lehet, hogy ez lenne a probléma, hogy itt magasabbnak akarja magát rakni, vagy... Hátjátok... nem viszi sokkal lejjebb. Hát lejjebb viszi valamennyivel, de nem sokkal, tehát... Lelapítja egy kicsit a földet. De nem annyi valamennyivel én gondoltam. Hát itt mondjuk már majdnem fél blokk, tehát... Itt azért elég gáz. Több frame kell. Hoppá, sorry, Steam felület. Oké. Okay. Na. Folytassuk a feltöltést. Csinálok még két sort, aztán teszünk egy próbát. Ugye itt több lyuk is volt, ami nem működött. Úgyhogy itt igazán ültethetünk jobbra-balra bármit, hogy leteszteljük a dolgot, hogy működik-e vagy sem. Ha így jó, akkor jó lesz. Ha nem, akkor tényleg nem tudok már, nincs több ötletem, hogy lehetne ezt itt megszerelni. De ez egy érdekes dolog, hogy leások, és miután visszateszem az egy blokkot, nem egy blokkot, hanem másfelet csinál. Úgy, ahogy az eredeti föld volt itt, ugye. Fura. És hát akkor, ha meg így működik, akkor mindenhova teszünk egyet emelésként, és akkor ide mellé meg csinálok egy ilyen fa utat. Amúgy is úgy szerettem volna, hogy ott ledeszkázom, hogy jól nézzen ki. Miért tettem le az inventory-ból? Na. Már is kezdett kirőni a fű. Oké. Okay. Ja, hát ez már ott egy fél szint, látjátok. Egy fél blokknyival magasabb. Érdekes. Mire befejezem a lelapítását, már kinő rajta a zöld is. És akkor le tudjuk szedni a füvet, hogy ne égtelenkedjen ott nekünk. Remélem ez most már működni fog, mert szeretnék egy normális kertet. A nevész game-ben olyan szépen működött, nem? Volt egy nyugodt kis kertecskénk. Ezt mindig bevetettük, meg learattuk. Kár, hogy azért nem jár egyébként pont, hogy az ember learatja a kertet, meg ilyenek. Mondjuk farming, az nincs még ilyen skill a játékban, de ki tudja? Hát, ha a jövőben ez is lesz.
Jó. Most elég drabálisan néz ki ez a fél domb itt a tetején, de hát... De szerettem régen, mikor még ilyen villámgyors volt a kapa animáció. Lehetett vele füvet szedni, mint a disznó. Hú. Ej! Hú, de jó lenne, ha működne. Nice! Na, szóval, kuk orica. Kell belőle egyszer 8, ugye, hogy kijön a 12, meg aztán csinálunk még 12-t. Vagy legyen inkább 24, és akkor televetjük vele azt a sort. Ha megy. Ha nem megy, akkor feladom. Eddig jó. Eddig meglepően jó. Kutyát hallottam? What the fuck? Kutya lihegést hallottam. Halló? Dogi? Oké. Dogi? Esküszöm, kutya lihegést hallottam. Zavart. Dogi? Érdekes. Megmertem volna esküdni rá. Na mindegy, visszamászunk szépen. Ja, és közben lemegyünk a késemért. Ha már meg van csinálva, akkor nálam is legyen. De jó, hogy ilyen messziről le lehet nyitni. Le lehet számzárazni egyébként? Le! Jó. Tiri-diri-diri. Lehet, hogy kék lesz a kés. Nem, még nem. Kár. Na de haladjunk. Be. Nem jó ez a fa így. Még macerás kiszámolni, hogy akkor hogy lesz a fa ezeknél a fölüljáróknál. Na. Ott elfelejtettem kikapálni, úgy tűnik. Hey. Vagy csak újra nőtt a fű rajta? Befordulhat. Jaj, már hülyeztém. Túlságosan kapkodok és sietek. Oké. Nos. Nem akarom elszólni magam. Így óvatosan fogalmazok, de úgy tűnik, hogy jó. Furcsa, nem gondoltam volna, hogy ezt fogja megszerelni. Nice! Itt már volt egy jó párjuk ilyenkor, tehát úgy látszik, hogy ez működik, srácok. A plusz egy réteg ráhúzása úgy látszik megoldotta a problémánkat. Nice! I'm so happy. Cool! Jó, hát akkor... A kert működik. Egyszerűen csak föl kell ráhúzni egy adag földet. És akkor körbe pakolom ott woodframe-ekkel, lesz egy kis faj. Átjárunk, és akkor az így szuperül működni fog. Jó, hát belülről egyel kisebb lesz ugye a fal, tehát csak egy hármas fal lesz, de ez igazából a kutyát nem zavarja, mert ide bentre szerintem nem fognak spawnolni zombik. Bár lehet, hogy ott, amikor kiukasztották, az azért történt, mert ide bentre jött valami. Igen, ez a hátránya egyébként, hogyha külön tartod a kertet, mint a lakást, mert ugye, ahol az ágyad van, oda annak körében nem tesz a gép zombikat. Most nem tudom, hogy hány kockányi távolságra, ha jól emlékszem, bár ez tényleg csak ilyen hasraütős, az azt hiszem 30 kocka távolság, és ez már bőven kívül van, úgyhogy valószínűleg innen bentről tört ki egy zombi olyankor. Na jó, ezeket megvárom, még beérnek, aztán leteszem ezt a sok izét blokkot ide. Közben
Azt mondja, kell nekünk akkor frame... Jop, nem, ide frame. Méghozzá... Wood frame, csináljunk egy... Mennyit kell? 50-et. Tökéletesen elég lesz. Még marad is, nem is baj, úgyis mindig használom. És legalább belülről nem fogom látni ezeket a plusz egy nagyra fejlesztett blokkokat. Plusz egyel följebb fejlesztett, nem tudom miért nagyot mondtam. Na, ettől függetlenül kívülről látszik, de most nem fogom lebontani azért, hogy aztán kipótoljam egy gyengébb blokkal, ez ostobaság lenne. Csak azért, mert máshogy néz ki, hát ez van. Ez most engem nem érdekel. Apropó, zöld lett a Fire Axe-ünk, úgyhogy urá. Végre minden eszközünk zöld, vagy annál jobb. És akkor ezek szerint akkor nem a fertilizernek a problémája volt a... Ugye, hogy kitört a növény, amikor elültettem, úgyhogy lehet megint gyűjteni húsit. Amint rothat húst. Tudjátok, mi lenne még nagyszerű? Ha a sima vadhúst is föl lehetne erre a célra használni, mármint a trágyázás céljára, mert akkor még jobban... tolatná az ember a vadászatot, mert igazából akkor nem fogok állatot ölni, csak azért legyen elrakva hús, miközben otthon van még egy csomó, tehát... És vagy azt kéne már tényleg, hogy megromoljanak a kaják, leszámítva mondjuk a konzervet, és akkor lehetne csinálni rotten meat-et ugye húsból. Vagy egyszerűen csak föl lehetne használni a húst. Simán fertilizer alapanyagként, és nem kéne megvárni, hogy megrohad. Nem tudom, említettem-e már, de imádom a lila szögbelövőmet. És kész. Awesome. Na, ezek még egy darabig el lesznek. Addig ide nem is vetek újra semmit. Oda viszont van helyünk, és hogyha már van helyünk, akkor... Oké, ezt nem találtam el. És hogyha már van helyünk, akkor oda vessünk is valamit. Még egy egész sornyi van. Mi legyen ott? Mondjuk... Amiből kevés van, ugye, mert ezekből még szükségem lesz. Gomba... ja. És nincsen goldenrodom, ugye? Jól látom. Nincsen goldenrod, szerezni kell goldenrodot. Ja, viszont még, ha jól emlékszem, akkor 2-3 el van ültetve. Egy széttört, amikor leraktam, bár nem vagyok már benne biztos, de szerintem lesz még a termés között itt valahol. Ja, igen, ott van, az a 4 az ott goldárod. Jó, akkor nincsen nagy gond. Nézzük. Egy gyapot, ez az egyik, ami... legyen mások a rendelkezésünkre. Akkor van itt néhány gombaspóra. Oh no. Why? Why? What? The fuck? Oké, ez fura. Na jó. Egyelőre együtt élünk ezzel a dologgal. Aztán majd meglátom, mit tettek ennek érdekében. Furcsa, olyan, mintha még mindig ott lenne alatt az a földemelkedés, földkupac. Ugye, amit visszarakott magának. Bocsi, srácok, ez már 4. vagy 5. videó, amit egy hozamba csinálok. Kicsit már késő van olyan. Fuck sake, nem látok a lomkoronától semmit. Na jó. Akkor ezzel meg vagyunk. Megvárjuk, még ki kell a dolog, de azt már nem itthon. Hanem... lepakolunk. Nem tudom, miért tettem külön. Plant fibert is kaptunk. Nagyon jó. Rotting flash. Nézzük csak, mennyit lehet ebből kutyolni. És itt... azt mondja, fertilizer. Ó, igen, ide human third kell, nem is rotting meat. Jó, nem gond. Egy darabot. Wow.
Nem probléma. Jó, erre még szükségünk lesz. Ez kell, ez szintúgy kell. Jó. Letesszük ezeket a eszközöket. Már messzire menni nem nagyon akarok. Gyerek! Soha ne legyetek fönt ilyen sokáig. Érzem, hogy öregszem. Dél van. Lehet, hogy jól számolok és lesz egy airdropunk. De ha ne... Ezek itt ugye barlangok. Mi lenne, ha megnéznénk egy ilyen barlangot? Jaj. Hát találunk benne valami érdekeset. Nem, ezek nem barlangok, ezek a kövek. És akkor a barlangokat már nem is jelöli a térkép. This is so sad. Van-e valahol kincs a környéken, ahova még el tudnánk rohanni? Mondjuk ez itt. Nagyon jó, viszont akkor szükségünk lesz az ásóra. Már nem akarok semmi extrát csinálni, csak tényleg, hogy elüssük valami normális dologgal az időt. Úgyhogy visszaszaladunk az ásóért. Egész jól néz ki a táborunk innen, nekem tetszik ez a szigetes megoldás. Bár sok értelmű, ugye nincsen az esztétikai szempontokat leszámítva, hogy szigeten vagyunk, sőt, még talán nehezebb is ideépítkezni, mint máshova, hiszen amilyen pici volt a sziget, még nekem kellett kitoldozni, foltozni az oldalát, hogy legyen elég helyem. Na. Ezt akkor mehetünk is. Rrrp. Imádom, milyen gyorsan fel tudsz szaladni ezen a létre. Tiszta Counter-Strike feeling-jal. Na. Lerombolt területre megyünk, úgyhogy lehet, hogy taposóaknál is megfogunk egyet-kettőt, de remélem, hogy nem. Bár igaz, hogy most már pénzem is van, tehát van 2,5... Mi a fuck? 2,5 stack tokenünk van, tehát már 40... 48 ezer körül lehet. Mennyi van nálam? Annyi, 44 ezer, nem 48. De hogyha nem lett volna olyan drága az alká, vagy lett volna még egyszer ennyi pénze, még lehet meg is vettem volna. Tábor. Hello? Hello! Oh my god. Sandwich. Hello? Viszlát. És semmi nem volt nála. Oh, jó, számoltam. Ah, Donald Trump. Komolyan mondom. Oh, rásétáltam a tűzre. Csak a férfias. Volt. No. What the fuck? Miért lettetek ennyien? És te miért nem haltál meg? És te miért jöttél mögém? És különben is. Neki menjen innen. Okay. Bladed skill is on. Az egy... Mesterlövész puska. Már még haz lenne, de nem is, még csak nem is az, hanem izé. Vadász puska. Komolyan ezek a tránkok, ezek megölnek. Na jó, úgy látszik, hogy nincs semmi. Úgyhogy fogom a kis motobájkomat, és elszaladunk a... Droppél először. Raj, ne a vízbe legyen, please. Aj, ne a vízbe, please. Ah, ne már. Vízbe lesz mi? Jeez. Jeez in the víz. Bakter. Allol másik oldalt. Na jó. Akkor szerintem ez egy kicsit hosszabb út lesz. Gondoltam. Nem baj, egyébként is arra mennénk ugye a kincs érdekében.
Úgyhogy azért gondoltam, hogy felszedem. Hát, ha lesz még benne valami értékes számunkra. Mennyi kő? És majd visszajöhetünk nyugodtan szedegetni, hogyha még szükségünk lesz rá. Most nézem csak, hogy félig üres a tartálybakker. Igen, mert úgy terveztem ugye, hogy autókat is fogok szétszedni az út közben. Az előző lootrunnak az út közben, de... Hát, ja, elterelődött a figyelem. Olyan vagyok, mint én az gyerek, komolyan. Piece of candy? Piece of candy? Ezt megyek fejem után, és nem is azt csinálom, amit akarok. Vagy talán pont az a gond, hogy mindig azt csinálom, amit akarok. Na mindegy. Ez mi az? Duffel bag. Shotgun part. És majdnem lila. Ez király. Na jó. Lássuk a lilával, amiket szedünk. Milyen gyorsan. Csücsücs. Nice. Na jó, menjünk gyorsan. Telik az idő. Elvileg ennek itt kell valahol lennie, majd ezen a kis félszigeten, ez a kis benyúláson. Elvileg mondom én, gyakorlatilag meg tudja a hóhér. Most már látnom kéne. Aj, ne, csak a víz alatt lesz. Bakter. De ha szerencsénk van, akkor nem túlságosan bent. The actual fuck. Az ott az a szigeten? Nagyon jó. Csak hogy tudjuk, hogy hol a moci. Valahogy éreztem, hogy ezt nem úszom meg szárazon. Értitek? Úsznak száraz. Oké, mindegy. Hagyjuk. Később van már az ilyesmit. Igazán csinálhatnának valamit az úszás animációval, vagy az úszással magával. Ne legyen ennyire clunky. Nem mondom, hogy tegyenek a játékba Subnautica mélységéig leható úszási folyamatot, vagy animációt, vagy bármit, a víznek sem kell olyan szépnek lennie, csak ne ez a hippity hop úszás legyen benne, mert ettől rosszul vagyok komolyan. És valami cseszett lassú. És ha már minket lelassít, akkor legalább a zombikat is lassítaná le. Mert ez így egy kicsit unfair szerintem, hogy ránk hat a víz fizikája, méghozzá nem is kicsit. Tehát konkrétan lenegyedeli a mozgási sebességünket, plusz ráadásul meg is fulladunk alatta. A zombik meg ugyanúgy sétálnak a vízbe, mint a szárazföldön. Na szerintem ez fagda. Szerintem ezt meg kéne csinálni normálisan. Mert ez egy igazságtalan. Biztos nem könnyű egyébként lemodellezni a majdnem súlytalanságot, de bitch please, valamit kezdjenek már vele az emberek. Főleg, hogy mióta a random game-be ilyen hatalmas tengereket vág be a izék közé, hatalmas tavakat, most már igazán működhetne rendesen. Erünk már! Hát komolyan mondom, elmegy a fél nap azzal, hogy átúszok egy ilyen kis szigetre. Aztán meg vissza, ugye. Gyerünk. Na végre. Remélem megéri. Apropó, ez egy egész szép nagy sziget, úgyhogy ide is lehetne költözni. Nope. Sivatagban nem megyek lakni. Nekem a meleg az nem van. De jöhettem volna a túloldalról. Aj, de már. Really? Oké, ez van. De ha már itt vagyok, futok egy kört. Szétnézek, láttam ott egy tönköt. Úgyis üres lesz, de hát mit kezdjek. Arra, mit üres? Meg se lehet nézni. Oh my god. Na jaj. Illetve hát nem megnézni nem lehet, hanem ez most jelenleg nem üreges. Tehát nem tettek bele semmit. Az én felfogásom szerint legalábbis. Ez igazán azért... Körülírja a játékos, mikor még a játék hibáit is feature-nek fogja föl, tehát... Lehet, hogy ez tényleg egy hiba, az is lehet, hogy tényleg egy feature, hogy nem minden tuskóban lehessen valami loot, de... Na hát, tényleg szeretem ezt a játékot.
Egyébként észrevettem, hogy az utóbbi idő kicsit koordinálatlanabbak lettek a videóim, ami hát ugye több minden miatt is lehet, de javarész szerintem inkább csak azért van, mert... hogy is mondjam? Most újra megszoktam ezt az alfát, és most újra elkezdtem úgy élvezni, ahogy a legelején, mikor legelőször játszottam a Seven Days to Die-jal, még alfa 7 körül, és akkor voltam ennyire... szeleburdi, hogy így mondjam. Ettől függetlenül ugyanúgy élvezem a játékot, hanem még jobban. Főleg most már egy kicsit, hogy úgy érzem, hogy ugye veletek is játszom, így, hogy a videó által közvetítem, hogy mi történik ugye velem a játékba. És az, hogy látom, hogy nektek is tetszik, ez még inkább kicsit felpampolja az embert, hogy merészebben is, és... kicsit azért bevallhatom, hogy felelőtlenebbül játszom. Hát például az a fegyverboltos manőver este a ferállal, amikor lent ugráltam és ütlegeltem, és még ilyen nagyon kezdő szinten voltam, ilyen szürke meg narancsárga cuccaim voltak a legjobbak, na azt biztos nem csináltam volna, meg régen, mikor még nem ismertem a játékot ennyire. Meg talán akkor se tettem volna meg, hogyha csak magamnak játszok és nem videóra fölveszem, de jó jött ki a dolog, mert fun volt, izgalmas volt, tetszett nektek, úgyhogy nem is bántam. Ja, meg jól is jöttem ki belőle végül is, tehát igazából túlélték a dolgot. És meg volt az első feral kill, ha jól emlékszem, az volt az első feral kill ezen a végjátszásom. Vagy mi az előző volt, az jó, már nem is tudom, összefolynak itt nekem a napok. Az ott egy út, az ott egy út. És amúgy is arra megyünk, úgyhogy szerintem... megyünk azon az úton majd. Még alig 4 óra is kievickélek az út a üzéből, a vízből is, úgyhogy... na, se segít, ha ugrál az ember folyamatosan, meg akkor kiemelkedek a vízből, aztán biztos jöjjek ugyanúgy, tehát... Oké. Na, szóval melyik viszét szúrtuk ki magunknak? Ezt itt, ugye. Nice. Oké, go. Yay! Hát, ha az út mentén találunk valamit. A legutolsó epizódok például az a kútban lévő menedékhely, hát az tök jó volt. Az nekem rohadtul tetszett. Bár most még nem tudom, hogy ti hogy reagáltatok rá, mert ez a videó közvetlenül azután készülés, hát akkor még nem volt föltöltve az a rész sem, csak az előtti. Úgyhogy egy kicsit csúszásba leszek a válaszokkal, meg a kommentekkel. Na, fuck me, menj már föl. Jó kis út, nem lehet rajta közlekedni járművel. Ah, jeez. Akkor is fölmegyek valahogy. Nem megyek. Shit. Nem minibike kéne ide, bassza meg. Cross motor. Cross motorra végig szánkázni az egész területen. Az lenne a tuti. Jó, akkor visszakanyar, mert itt meg azon a vízen nem fog tudni átmenni. Látjátok, ez a gond. Gagyi a vízgrafika, meg a víz fizika, meg az úszás, de azért tele van a játék vízzel. Mondjuk ez igazából csak a random genre vonatkozik, de akkor is. Pusztráló. Jézus Maris, miket szórok itt szét? Mi van, hogy... Oké. Pup-pup-pup-pup, és... scrap, és... scrap, és pup-pup, és scrap. Ja, nagyjából ennyi. Na jó, ne foglaljuk nekem a helyet. Nem tudom mik ezek, de gyorsan felszedjük. Habá, izében minnes kanna, jó. Az kell. Csak mi ez? Split. Please. Még egy short iron. Na go. Gyorsan szétkaptunk, meg összeraktunk mindent. És látjátok, már 4 óra is van, tehát így... elmegy az egész idő, tök gyorsan. Nem már. Nem is csináltam semmit, nem én voltam. Ó, itt egy út. Azt nem tudom, hol megyünk. Mármint, hogy egyszer errefelé voltam. Jaj. Oké, jó, no. Ne már. Macsetét! Kérek egy macsetét. Please. Pretty please. Nem akarnak nekem adni macsetét. Pedig szerintem megérdemlem. Oh my god. Fuck you dog. Haha, fuck you. Hey. Meglőttem a bringámat, mi? Ja, meglőttem a bringámat. Egy picit. Freaking love this AK. Kicsit OP fegyver szerintem.
De hát régen meg ugye a mesterlövészpuska volt az tehát. Mondjuk az még mindig az, az akkor könnyen ki lehet vele szedni a zsarukat. Ójjaj. Hoppa, ácsi. Állj már meg. Iron pickaxe. Really? What the fuck? Ah, oké. Okay. Na, azt mondja, hogy ezt lebukoljuk, és itt vagyunk. Jó. Kell nekem az ásó. Oké. Okay. Ó, oh, wow. Azt hiszem megtaláltuk a kincset. Lehet, hogy ez egy kicsit gyorsan ment. Na jó, kapjuk még szét ezt a két kocsit így gyorsan, aztán húzzunk haza. Ott is benne elég cash, úgyhogy... Oh my god, látjátok, amit én látok? YOLO! Jesus! Who let the dogs out? Oh my god, halljatok már meg! Hey, wow, shit! No. What the fuck? Really? Ez egy dog horda? Oké. Okay. Ja, szóval, engeditek szétkapni ezt a rohadt autót, hogy végre hazamehessek? Köszi! What? Én nem értem elő elért. Why? Why? Vérzek. Fertőzött vagyok. Melegem van. És mindezt egy kutyaharapás. Jó, melegezem. Az már volt. Oké. Nincsen semmi, amivel dolgozhatnék a fertőzés ellen. Na jó. Rá kell szoktom megint arra, hogy magammal hordjam az antibiotikumokat. Legalább egy pár darabot. Na jó. Hát... nézzük, van-e a közelben még kincs? Hát így a közvetlen közelben sehol se látok. Szerintem szépen elindulunk hazafelé. Oh, jó sokáig jutottam. Miközben reménykedünk, hogy nem futunk rá egyetlen egy aknára sem. Bár talán már túlélném. Szerintem a military gear-rel. Ott még egy bloki. Ott gyorsan elkanyarodok mellettem, szívbajt hozta rám. Hol a lakás? Most komol. Az ott egy kincs. Ott a lakás, jó. Hopp. Áú. Abszolút nem látok egyébként se aknát, se semmit, úgyhogy ne is... ne is hozzátok rám a fázt avval, hogy leírjátok, hogy ott volt egy, meg ott volt egy. Biztos, hogy ott volt. Én elhiszem, hogy észrevettétek, de én semmit, én csak száguldok. Aztán reménykedek, hogy lehagyom a robbanást, vagy nem tudom. Fú, má! Ah, megint öregedtem 2 évet. Oké, gödör. Figyelj a gödörre. Főleg, ha víz van benne. Te meg motorral vagy. Oh my god. Ja, maradjunk. Jól van. Rúgva meg. Ezek a barlangok itt mindig el vannak árasztva? Most komolyan. Már nem is tudom, hogy eddig gödröt találom, amiben víz van. De vajon van lent valami? Lehet lent olyan shelter, mint például a kútban? Ezt igazán megnézném egyszer. Ó, itt ez a kis sufni. Sufni egy macsetével. Na, macsete? Na, nem. Miért nem? Azt nem kell. No. Of course not. Átokra átsúfni. Hello, őzike. Jó. Lassan az epizód végére érünk. Nem volt túl tartalmas, kicsit gyorsabban is ment el az idő, mint szerettem volna, de hát a kertészkedés ugye az mindig elviszi.
Úgyhogy sajnos ez van. Gyorsan hazaérek, szétszedjük, lepakoljuk, összerakjuk, amink van. Aztán eltesszük magunkat holnapra, mert most már kettőt látok abból is, amiből csak három van a térképen. Jaj, másik oldal. Látjátok, milyen gáz itt kerülgetni ezt a sok vizet? Kajak tele fogom rakni híddal ezt a rohadt tavat már. Állandóan jobbra-balra, körbe-körbe. Mondjuk, lehet a tábor pozíció választása nem volt éppen megfelelő, de hát ugye mindenképpen szigetre akartam. Most örülök csak igazán annak, hogy nem egy ilyen távoli szigeten, ott a tó közepén estem ki magamnak, mert az még nagyobb gáz lenne. Itt a kis pocsolyánk, kis vízfélszigetelenség, vagy mi. Valamiért a fjord jutott az eszembe, ugye azok szoktak ilyen furán kinézni, de nagyon nincsen hideg éghajlat, hogy a gleccserek belevághassák a földbe az árkokat és a folyómedreket. Meg kéne fejleszteni acéllá, illetve vassá ezt a dolgot itt, hidat. Lassan eszembe jutnak a szavak, mire véget ér a videó. Na. Csukjad be! Egy. Legyen fény, legyen világosság, a szemem kiég, de nem érdekes. Azt mondja, hogy... Manitut úra... Vaj. 500 mosztekkel csak? Ó! Oh. Na, érdekes. Na jó. 12.000 token. Ó, jó sok volt benne akkor ezek szerint. Te mész. Nem te. Te mész, meg te mész. Mit égessünk? Bört lehet? Lehet égetni. Oké, égessünk bört. Nem nincs rá szükség, az igazság. Egy szem kukorica. Fogtam vele az Isten lábát, az biztos. Hogy égjem. Volt itt nekem lead, nem? Nem, nem volt lead. Na jó, megy. A fegyver, nem a fegyverekhez. Jeez, most már tényleg abba kell hagynom, rohadt fáradt vagyok. Nem is baj, most már véget ért az epizód. Az a baj, hogy ébren maradni nem tudok annyit, amennyit játszanék ezzel a játékkal, sajnos. Bocsánat, nagyon kapkodom a kamerát, de... Bennem van a Overwatch bugi a kezembe. Szándékomban hány ingert okozni senkinek. Van itt egy csomó pisztolyunk, basszus. What the fuck. És egy engine. Ez még talán jó lesz szerelni. A shovel, shove it it. Show it innen. Ezeket ledobjuk. Ne legyen újba. Ezt majd elvisszük. Ezt megint csak izé... eladósdi. És akkor nálunk vannak ugye ezek. Na lássuk a stukkert. Tegyük szét. Darabokra. Fejlesztünk belőle egy jó pisztolyt. Na, most jön a dolog élvezetes része. Melyik a legjobb? Ez a legjobb. Piff, puff, puff. És kék? Nice. Szóval pistol parts. Ugyogy. Nagyon jó. Ez csak narancssárgák, úgyhogy nem tolnak rajta sokat. Receiver, az még mindig lehet jobb. Ez az. Nice. Hoppá. Egy full kék pisztoly. Cool. Nagyon jó. Van egy full kék stokink. Jó, pisztoly bár kimaradt még egy. Ó, visszacsukódik a tabotnyomok. Érdekes. Nagyon jó. Akkor itt van a stuki. Azt mondja, van itt nekünk egy olyan... Hogy... Ja, azt meg tudjuk fejleszteni a hosszú csövű sörétesünkön. Őt. Nem sokára 600-as lesz az is. Cool.
Ez a shoti, ez egy beast lesz. Hunting rifle. Jó. Abból is azért megküzdünk a 600-asért. Szó ne érje a ház elejét. A cső az már oké is. A ratus is, ha jól látom. Puskartus. Jól van. Még valami, amit így gyorsan meg tudnánk alkotni. Nem, ó, itt egy beaker eladásra. Azt bevágjuk ide. Nagyon jó, az is megy pénzé. Tökéletes. Na, hát ennyi fért bele a mai epizódba, srácok. Még folytatni fogjuk a kertet, megvárjuk, még kihajtanak, meg kivirágoznak, meg termést hoznak, meg mindent csinálnak ott a növények, gyorsan leszedjük, kipótoljuk a maradék földet, és akkor már is totálisan tökéletesen fog működni odalent mindenünk. És miután megvan a kert, megpróbálom kialakítani azt a kis rejtett zugot, amiről beszéltem, és aminek nagyon remélem, hogy sikerülni is fog, mert eddig nem igazán hiszem, hogy úgy akar majd működni a fizika, ahogy én szeretném. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, remélem a következő részben is velem tartotok majd, addig is kitartást kívánok nektek, srácok, és sziasztok! Elfogyott a méz! Szomorú vagyok. Nem, itt van. Na, sziasztok!